tudok időnként nem tudok olyan jól aludni, mint régen, vagy mint amikor kismama voltam, de nem, ez egy alkati dolog, tehát én és borzasztó érdekes, mert gyerekkoromban az anyukám orvoshoz vitt, mert annyira aluszékony voltam, így ültem a általános iskolába, első két osztályba, végig aludtam az első órákat. Az anyu elvitt egy orvos doktornőhöz, és azt mondta, hogy végigvizsgáltak tetőtől talpig, és mondta, hogy anyuka, ne idegeskedjen, nincs ennek a semmi baj ennek a gyereknek, minden reggel egy szimpla fekete kávét adjon neki, jó sok tejjel, mézzel vagy cukorral, ez induljon el. És én gyakorlatilag 8 éves korom óta kávézom. Minden. Ez mind a mai napig megvan? Mind a mai napig. Most már teát iszom inkább reggel, de a kávé a szerelmem azóta is, de megváltozott ez a dolog. Aha. És már arra emlékszem, hogy a középiskolás koromtól kezdve így. Azonnal. És mikor fekszetek le? Figyelj, éjfél előtt ritkán vagyok ágyban, és akkor még nem alszom el, és minden reggel 6-kor kelek. Szóval igen, ez nekem is azt mondták, hogy ez nem normális. 3-4 óra alvás, én simán el vagyok, amíg a párom mondjuk alszik a 12 órát. Teljes dráma. De hogyha megengedhetem magamnak, én boldogan alszom 12 órát. Igen. Tehát, igen, hogy ez ilyen... És utána is aranyos vagyok.